mert utána mind a DK, mind a Momentum ugye elkezdte azt hogy közvetlenül a választásra van szükség, valójában ez oldja meg a problémát, és ez kicsit így úgy éreztem magam, mint, így, mint akit így elvittek egy randira, és aztán a végén közölték vele, hogy hogy nem tudom, valójában az az ember nem is létezik, vagy vagy, 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 csak egy ilyen... catfish a pártok. Igen, pontosan. Sziasztok, én Sulc Nóra vagyok. Sziasztok, én Csepregi Dávid. És ez itt a belépési küszöb, 2024-es évének kezdete. Sziasztok! Köszi a türelmet a téli szünetünkkel kapcsolatban, de most visszatértünk egy új adással, illetve újraindul a belépési küszöb 2024-ben. A mai adásban igazából egy ilyen aktuális politikai, közéleti beszélgetéssel készültünk nektek pár olyan jelenségről szeretnénk beszélni, amik itt az elmúlt hetekben Novák Katalin és a Fidesz pedofil mosdató botránya kapcsán megragadták a figyelmünket, miért olyanok az eseményeknek a dinamikája, amilyenek, egyáltalán mi értelme tüntetni ezzel kapcsolatban, pont volt is olvasmányunk a Dáviddal, meg erről sokat beszélgettünk már így a korábbi részekben is, úgyhogy most igazából erről fogunk beszélgetni, hogy mi értelme van egyáltalán tüntetni, mi értelme van bármit csinálni, hogyha van véleményetek, kíváncsiak vagytok a miénkre, akkor tartsatok velünk, illetve hogyha megtehetitek, akkor szálljatok be a Partizán finanszírozásába a leírásban megtalálható linkeken keresztül azt mondja, hogy nincs különbség bal és jobb oldal között az jobb oldali. Mi nem az ellenzék ellenzék, hanem az ellenzék lelki szeretnék lenni. Megint hogy, van, hogy olyan ember, aki nem cselekszik, állhat az állásból, az hogy az egész társadalom egy elvetettő valami. Amikor a kapitalizmus világbérdő bukására én sem látok rövid távol kilátást. Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál? Na, és akkor Dávid, mi az, ami benned van igazából az elmúlt hetekkel kapcsolatban? volt e le bármelyik tüntetésen? Hogy érezted magad? Hogyan értékeld az elmúlt hetek eseményeit? Hány szög került vajon a Fidesz koporsójába, és mennyire erősen lettek azok beverve, és kiáltal? Hát sajnos nem általunk, <laughs> és valószínűleg azért nem olyan nagy szolgák ezek, mint amilyennek tűntek a folyamat közben. Válaszolva a, kérdésedre, én, voltam tüntetésen, még amúgy a Sándor Palota mellett, amikor Novák Katalin köztesseggelnök volt még annak idején, nem tudom, emlékeztek rá, akkor a püs maszkos tüntetésre elmentem. A többi tüntetésre is nagyon elmentem volna, de nem, nem értem rá. És igazából ami, ami, ami rögtön így az első hetekben, tehát a 4 4 meg megjelenése után motiváló volt, meg inspiráló volt az az, hogy az ellenzéki pártok, és amúgy elsősorban a DK meg a Momentum, az milyen ügyesen rákapott erre, az ügyre. És ráadásul a Momentum ugye, amikor ezt a plusz masszist tüntetést szervezte, akkor viszonylag tudatosan, hashtaggel egy, egy, ugye azért a plusz állatok szimbóluma köré rendezett rendezvényt csinált, ami szerintem, vagy számomra, mint ilyen, ilyen aktivista, vagy aki így ebben jobban involvált, az inspirálóbb volt, mint csak az, hogy most ez van, ez rossz, ez, erről megy egy Facebook post, meg meghirdetjük a tüntetést, és hello. Szóval itt az a lényeg, hogy azt éreztem, hogy, hogy igen, az ellenzéki oldalról van egy ilyen viszonylag gyors reflex, és egy tudatos építkezés az már kicsit így a hangulatomat, amikor, amikor bejelentette a Donát Anna, hogy másnap lesz még egy tüntetés, mert csak ilyen civilként szerintem sokan érezzük azt, hogy azért egymás utáni nap elmenni egy ilyenre elég megterhelő, és ezért nagyon lemorzslódás is. De végül is amúgy jól jött? Jó jött ki, Kinek? mert lemondott. Igen. Igen. Szóval, hogy ez, ez ilyen szempontból egy jó, jó számítás volt. Um, de azt hiszem, hogy, hogy így kb. eddig tartotta a politikai pártoknak a lendülete, vagy hogy eddig tartott az az ilyen narrativikus, meg különben politikai célkitűzési e eszköztár, amivel ők fel voltak készülve egy ilyen esetőségre, mert utána mind a DK, mind a Momentum ugye elkezdte azt hogy közvetlenül a választásra van szükség, valójában ez oldja meg a problémát, és ez kicsit így úgy éreztem magam, mint, így, mint akit így elvittek egy randira, és aztán a végén eh, vele, hogy hogy mm -hmm. eh, nem tudom, eh, valójában az az ember, nem is létezik, vagy, mm -hmm. hogy, vagy hogy csak egy ilyen... Kettfiseltek Ket Ket a pártok. Igen, pontosan. Tehát, hogy biztos van egy ilyen nagyon szűk réteg, akit izgat az, hogy közvetlen elnökválasztás legyen Magyarországon, de azért, hogyha megnézzük a politikai uh, térképet, akkor én nagyon nehezen tudom elképzelni azt, hogy egy nem fideszes elnökjelölt nyerne meg egy ilyen választást, uh, hiszen nincsen valójában meg az a hatalmi uh, tömb, az a, az a politikai alternatíva, ami ki tudná kezdeni egy akár, akár ilyen pozícióban. A Amúgy én ezt még alatt is is tudom képzelni, hogy, hogy ez megtörténjen, hogyha jó, tényleg sikerül egy olyan jelöltet választani, azért a, az ország legnagyobb közvetlenül választott pozíciójában jelenleg is ellenzéki személyül, ugye Karácsony Gergely, tehát szerintem valójában nem tudjuk, hogy egy közvetlen választáson um, mi történne, és szerintem pont amiatt, mert mert ki tud éleződni a vagy-vagy, és tényleg, hogyha egy, egy inspiráló a, a Fidesz rendszerével szemben egy, egy alternatívát egy, egy értékeiben és céljaiban és inspiráló, nem tudom, más típusú országvíziót meg tud jeleníteni egyelőtt, akkor én amúgy el tudom képzelni, hogy ez egy jó helyzet legyen, csak én se azt éreztem, hogy most az a pillanat van, ahol el kell vinni ja, ja. egy ilyen valójában absztrakt politikai-liberális cél felé ezt a dolgot, mert az indulat az elsősorban sorban szerintem az így, a tüntetőkben, választókban, magyar emberekben nem a köztársasági ja, elnöki hivatallal kapcsolatos, hanem azzal kapcsolatos, hogy a 14 éve Orbán Viktor által vezetett országban több ponton bizonyíthatóan fideszes politikusok által elismerésben, mentegetésben részesült egy bizonyítottan pedofil elkövet bűnelkövetések helyszínél szolgáló gyermekotthonnak a vezetősége. Igen. És, és ez az, ami ilyen zsigeri, szerintem dühölt, meg viszolgást, meg, meg ellenérzést váltott ki sokakból, és szerintem, vagy engem ez ilyen szempontból zavart talán ez, az, az, hogy, az, hogy nem, nem ismerik fel valójában, hogy miről van szó. Hát, hogy egy nagyon olyan választ adtak ezzel a, közvetlen elnökválasztásnak a bedobásával, ami szerintem egy ilyen nagyon politikai válasz. Japp, igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogy ez, ez a sztori, hogy Magyarországon milyen politika története van ja, a közvetlen elnökválasztásnak, és hogy ez miért egy ilyen feszültséggel teli kérdés pluszban a, a mostani ügyön túl, az szerintem egy olyan ilyen tájékozottságot meg a politiká, az intézményes politikára való ráfokuszáltságot, és kizárólag annak az eszközein belül való gondolkodást sugal számomra az, hogy ez volt a reflex, ami, ami szerintem ezért nem is működik meg. Val, vagy hát, hogy olyan valamennyire működik, mert nyilvánvalóan nem véletlenül fut ennyire például a DK-nak az aláírás gyűjtése, mint, mint amennyire de hogy az még szerintem még mindig igazából az ellenzéki magot mozgatja be valószínűleg. Igen, na igen, és ezért, ezért volt szerintem, hogy egy és biztosan elmondták már ezt sokan másról, de hogy de hogy ami izgalmas volt, nekem izgalmas volt, a Fidesznek meg valószínűleg álmatlan éjszakákat okozott néhány napon keresztül, hogy ez bele mart a Fidesz táborba. Hát ebben meg volt a potenciál arra, hogy az ellenzék nyissa. Nem azt mondom, hogy konvertáljon át Fideszeseket, mert azért nyilván időzőjön nincsen. De bizonytalanítsam. Igen, és, hogy, és hogy, hogyha megragadta volna ezt a pillanatot, és arra egy olyan választ ad, ami különben adott esetben becsatornázza azokat a frusztrációkat is, amiket az emberek éreznek a COVID miatt, a megéltési válság miatt, stb., akkor, akkor nem az lett volna, hogy most a hét tüntetésen ezer ember lesz ott, hanem meg nem csak, a, a pet, nem csak azok írták volna rá a petíciót, ahogy te is mondod, akik már valószínűleg aláírtak korábban is nekik, hanem ki tudnak törni a bázisból. De ez nem történt meg, és ilyen szempontból én nem aggódom, amúgy, mármint, hogy, hogy mondjam, ilyen szempontból nincsenek várakozásaim azzal kapcsolatban, hogy ennek lesz amúgy még ilyen következő lépése, ha csak a Fideszen belül nem indított meg ez valamilyen olyan folyamatokat, amiket ma úgy nem látunk. Hát most, vagy holnap, holnap után mennek elvonulni frakcióülésre. Ó, oh, <laughs> <szukai. laughs> Igen. Um, ja, és a másik, ami amúgy nekem van, vagy zavar. Az, az egyik az az ilyen tartalmi rész, hogy hogy túlságosan el lipsiskették az én ízlésemnek, de a másik része meg az, hogy nagyon nehéz volt azt látni, hogy a pártoknak a tevékenysége az mennyire öm, dezintegrált. Tehát, hogy, ja. hogy amiatt, hogy valójában nincsen olyan, hogy ö, ellenzék, vagy még olyan sincsen, hogy öm, nem tudom, liberális, vagy balos ellenzék, vagy tehát semmi koordináció igazából így nem nagyon látszik, hiszen emlékezzünk rá éppen az önkormányzati nem megegyezések, meg az LP külön korszakában voltunk igazából, amire ez rájött, hogy annyira nincsen köztük koordináció, meg megegyeztetés, meg nincsenek közös ambíciók, meg célok, hogy emiatt egymás mellett fut csomó mindent. Tehát, hogy az XY bead egy adatigénylést a kegyelmügyről, A Z az bead egy írásbeli kérdést, meg még egy írásbeli kérdést. A 26. az határozati javaslatot, a nem tudom, rendkívüli ülést kezdeményez, politikai, nem tudom, nyilatkozat elfogadása. Tehát, hogy Európai Gyermekvédelmi Hatóság. Jó, szóval, hogy, <laughs> szóval, hogy, ezek most csak ilyen random eszközök, amiket ugye olyan, persze ezek az eszközeik a parlamenti képviselettel bíró pártoknak, és persze használják ezeket, csak valahogy azt érzem, hogy ezek, mivel valójában annyira jók csak, hogy kiküldhesse egy adott párt a saját öm, sajtóközleményét, hogy mi beadtuk a nem tudom micsodát, vagy az adott politikus kiírhassa a Facebookra, hogy én beadtam a nem tudom XYZ-t, ezért, és nem rendeződnek egy ilyen stratégiába, és nem egy közös cél, és egy közös vezető mögött sorakoznak fel ezek a szereplők. Ezért kicsit azt szereztem, hogy, hogy egy ilyen parodisztikus helyzet alakul ki, amiben, amiben tényleg egymásra próbálnak licitálni az ellenzéki pártok a helyet, hogy, hogy Például az engem rettentően érdekelne, hogy a, 22-es választásokon közösen induló pártok, ugye, akiknek a programjában benne volt amúgy, azt hiszem, a közös elnökválasztás, meg egy halom szociális intézkedés köztük oktatási rendszerrel, gyermekvédelemmel, minden, tehát egy nagyon sok minden, ugye? Tehát, hogy ezek a, ezeknek a pártoknak a vezetői amúgy összeültek vajon mióta van ez a rendkívüli helyzet? Hát, amúgy nem hiszem, hogy hogy Nekem éppen az, hogy persze van ez az ilyen koordináció hiánya, vagy vannak ezek a példák a koordináció hiányára, de az egymással való versengésre, meg ugye az ellenzéki max az elérésére, meg a torta szertelésére, szerintem az a bizonyíték, hogy, hogy a DK és a Momentum ugyanabban indít a leírásgyűjtést. Ja. Tehát ugyanúgy, ugyanazt csinálják. Hogy de végül kö... ami a tüntetés közös lesz most, azt hiszem, a 25 hely. Jó, persze, de hát ez egy ilyen szimbolikus dolog, hogy egy színpadon vannak, de azért Facebookon mind a ketten, nem tudom, 10 millió forintot költenek arra, hogy ugyanabban a témában ugyanazokra lőjenek. Hát ennek a legparadisztikusabb része az volt, amikor, a, amikor az ötödik kerületben elindult egy antirogán petíció, és aztán másnap az MP-s indított egy antirogán petíciót. Jó, hát Szóval Egyszerűen az van, Gyermekvédelmi petíciót. Hát, <laughs> na igen, de hogy. minden második politikus. Na pontosan, tehát, hogy így, de hogy azzal. Mit tudom, amit például a, amit például a Jánbi, Jánbi csinál, most, hogyha haza beszéltek, az az, hogy ott van valamilyen extra állítás, amikor különben nem több annál, amit mondtál, igen. nem több, mint a 22-es meg nem valósult kormányprogram, hm. de hogy legalább valami, most nyilván egy másik ilyen alternatív az a jobbiknak a kéméikasztrálás, nem tudom. Meg a mi az mondja ezt, ugye? Igen. igen, és amúgy, ami talán még nekem, szóval ez nagyon-nagyon nagy kép, de hogy ami szerintem, ami, amit így észre kell vennünk, és kicsit azért ez megrökönyíthet, az az, hogy, hogy igen, ilyen ügyek, mint a pedofília az, ami mozgósít Magyarországon, olyan ügyek, amik tényleg az ilyen zsigeri, ösztönös ellenérzéseket keltik fel, és ez egy nagyon esetleges ügy volt jelenleg, de hogy ez, ez, szerintem nem ad túl sok, nem tudom, bizakodásra okot azzal kapcsolatban, hogy az ellenzék milyen ügyeket tud felépíteni adott esetben, milyen politikai pillanatokat tud úgy megragadni, hogy abból, abból politikai alternatívát is tudja. Ja, hát ez a, ez része nagyon, nem, borzongató, per ja. kényelmetlen, vagy nem tudom, nekem is de ja. szóval. Nem, abba, tehát ez az ügy, arra, arra, van, ez a, van ez a mondás, hogy görbetükör hatalomra, vagy hogy így meg az látszik az, hogy a politika színházában mi van a, a függönyök mögött, meg messze a nakiremit, és hogy ezt untig használjuk ezeket a kijelentéseket. Igen. De ez, vagy ennél jobb példát most nem, nem tudnék mondani az utóbbi 14 évben, amikor így felépítettek, hajszál pontosan egy elképesztően erős, pont ezekre a zsigeri ösztönökre ható narratívát, és aztán ellenük fordul. Ráadásul még a személyek is gyakorlatilag ugyanazok, akik a narratíva közepében voltak előtte. Tehát ez, ez zseniális. Csak nem az ellenzék termelte ki. Persze, ez szerintem igaz, vagy hát hmm, ez a része szerintem jogos, de az a része, hogy az első napokban azért szerintem yeah. Az, hogy ez fönn legyen tartva, az önmagában szerintem nem csak a sa vagy nem a sokan úgy hivatkoznak erre, mint hogy, hogy a Kaufmann Balázs és a néni néi buktatta meg Novák Katalint, és ennek biztos van ö, nagyon nagy igazsága, hát brutális olvasottságokat generálnak ezek a független portálok most, de azért ö, szerintem igenis volt szerepe az ellenzéki pártoknak, nem a politikusoknak abba, hogy hogy például mozgósítás volt rögtön um, már az első napokban, amikor ez, amikor ez kijött. Ja, ezt megadom nekik. De az, tény, Persze. de az tény, hogy és erről beszéltünk pont az adás előtt, hogy nem az van, mint mondjuk volt a rabszolgatörvényes tünetések idején, hogy a külső szereplők, szakszervezetek, random ellenzéki csoportosulások és az intézményes politika egy ilyen szinergikus, egymást erősítő és egyre mondjuk nagyobb megmozdulásokat szervező hullámot alakít ki. Persze ott mondjuk nem tudom, a legnagyobb megmozdulás, nem tudom, milyen országos felpályás lezárások plusz pár tízezeres budapesti tüntetés volt valószínűleg, de hogy ott volt egy dinamikája több héten keresztül ezeknek, és most itt meg inkább az van, hogy a párt és a külső szereplők, azok egyrészt teljesen független mozognak, és a pártoknak annyira durván rossz a megítélése, a független, tehát a, 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 tehát a pártos konkrét elköteleződéssel nem rendelkező, de egyébként Orbán ellenes emberek között, hogy... Hogy tragikus egyébként, tehát, hogy, hogy ez és azt szerintem nagyon nehéz ezzel mit kezdeni, hogy, hogy ki tudja persze, hogy hogy fog megbukni ez a rendszer, de hogyha azt gondoljuk, hogy békés választási úton <laughs> szeretnénk, vagy nem tudom, akkor akkor attól talán messzebb vagyunk, mint valaha. Gyan. Még akkor a pillanatban is, amikor az orbán rendszer gyengébbnek tűnik, mint valaha. Igen. És ez az ellentmondás, ez számomra így olyan feszítő, és annyira egy, egy, egy igazából nem látom belőle az erőre lépés lehetőségét. Hát igazából én is cringe az összes politikusi poszton, amikor kirakták annak a, a, azt, a azt az influencer tablóképes uh -huh. tüntetésre hívó grafikát, és mindenki kirakta, és mindenkinek az oldalán idezel idézel jót ment, de közben meg annyira cringe mert hogy így srácok, ez így között, persze menjetek ki, meg legyél ott, meg persze a néppel együtt kell tüntetni, meg mit tudom én, de hogy így valójában, így minden egyes pillanatban csak így azt éreztem, hogy így azt mutatják meg, hogy mennyivel kisebb a reputációjuk, az elérésük, mennyire, mennyire elegük van belőlük az embereknek. Azt hiszem az ilyen, ilyen antipolitikai skizofréniának a píkja, az, ah, ezt nagyon mondott, hogy az ilyen antipolitikai skizofréniának a magas szintje, szintjét megint az MZP hozta. hogy ahogy ők szombatra bejelentettek az ja, egy nagy tüntetést, és aztán lemondták. Jó, amúgy ezt jól tették. De hogy utána hogy ezzel hajtos, vagy ezzel eh, hakniszta végig az összes ilyen telex négy, négy videót, hogy ők bejelentették, de lemondták. Tényleg? A pént, igen, és így, hogy így nézz, nézzetek rám, ti politikából Miért nem tartottad meg? Azt látnánk, hogy hány követőd van. És így azt, gondol, azt gondoltam, hogy az MZP-nek nem lesznek már ilyen hullámai poszt 22, de tévedtem. Most, Ö, most nem pont én... láttam a Valentin napi TikTok videóját. Én nagyon sokat gondolkoztam azon a videón. Nagyon sokat néztem, hogy milyen sokat gyakorolhatták. Nagyon pontosan járja a táncot de, de na, de beszéljünk is arról a civil tüntetésről én arra például sajnos nem tudtam influencer elmenni. tüntetés ja, igen, igen, influencer, politikai influencer, hát, csak, csak influencer influence. tartalomgyártó ja, 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 igen de, én de... sem so voltam én oh. a közvetítős vidéken voltam a nagymamámnál oh. ő... de és néztem a közvetítőst és a már is követte? egy kicsit igen, előtte um, né, igen, néztük együtt a kormányinfót meg utána kicsit belenézett a tüntetésbe is. Szép. Én, én, ami, ami nekem lejött, az az, hogy senki nem számított arra, hogy ennyi ember lesz. És szerintem ilyen szempontból most uh, visszacsatolva arra, amit mondtál, a Facebook halálára, mm. szerintem ez egy érdekes dolog, és releváns dolog, amit, amit, amit uh, mozgalmároknak, meg politikai uh, politikában aktív embereknek meg kell figyelniük, vagy így meg kell érteniük, hogy, hogy itt ugye olyan influencerek mozgósítottak, akik el, nem elsősorban Facebookon aktívak, hanem Youtube-on, Instagramon, TikTokon, és, és az, hogy egy Facebook eventet vagy Facebook eseményt hányan jelölnek vissza, az nem jó indikátor szám már arra, hogy mennyi lesznek a tüntetésen. Lehet, hogy vagy nem tudom. Igen, sok... mi is pont ezt beszéltük. Hogy ugye még van. a rendőrség is alapvetően ez alapján allokál előforrásokat egy tüntetés, hogy megnézzük, hogy Facebook eventen hányan vannak, és akkor így jó, akkor ennyi járőr kell. Ez most nem működött. Igen. Ö, és amúgy emiatt amúgy ez, ennek lehetett volna nagyon rossz vége is de de szerintem az érdekes dolog, hogy ezek a platformok hogyan változtatják meg azt, hogy hogyan tervezünk ilyen eseményeket és ami, hmm. ami szintén ilyen konyha vagy konyha politizálás, de hogy generációsan hogyan befolyásolta a tüntetés részvevőjének az összetételét ez hmm. Ö, mert hogy persze lehet azt mondani, hogy itt Civilek mozgósítottak, influencerek mozgósítottak, de hogy azért máshogy nézett ki ez a tüntetés, mint egy oktatási tüntetés, ami alapvetően az általunk ismert ilyen civil szektornak az egyik Igen. zászlaja. Szerintem amúgy részben ez is voltak ennyire sokan, vagy hogy. Tehát, hogy pont ez van, hogy, hogy az új csatornákon. Szerintem új emberek voltak meg megszólítva, szerintem. Uh -huh. Igen. Vagy most nyilván ezek ilyen intuíciók, de hogy nekem az a megérzésem, hogy hogy itt azért elég sok ember először volt kint yeah. tüntetni vagy tiltakozni. És itt szerintem az a kérdés, hogy volt-e elég erős kérés vagy cselekvési útmutatás azzal kapcsolatban, hogy hogyan tovább. elég -e ezeknek az influencereknek a További tevékenysége arra, hogy ezek a, az emberek a lakásodba újra és újra majd kijöjjenek egyszer. Egyáltalán ez a, a pártokon felülállóságnak a hangsúlyozása és brutális betartatása és kérése a, az ászlóktól kezdve, ha nem tudom. Ez hosszú távon milyen károkat okoz egyébként tovább, a továbbiakban a magyar demokráciának? És tényleg ja. én nem. Szóval, nem. Öm, Szóval nem ilyen, nem ilyen savanyú akarok lenni, mert szerintem könnyű így nyilván. Csinál jobbat. Mivel. Hát igen, ez az, hogy, hogy nem, tehát szerintem ez, ez nagyon veszélyes intézményes politikai szereplők részéről, az, hogy a irigykedéssel vegyes igen. ilyen savanyúság azzal kapcsolatban, mikor mikor a politikán kívüli szereplők mondjuk például egy ilyen, amúgy brutális eredményt így összehoznak, szóval nem ebben semmiképp nem akarnék ebbe a hibába esni, szerintem, szerintem tanulni kell ebből meg, meg elismeréssel tekinteni rá, de azért azt is el kell ismerni, szerintem van ilyen típusú kockázata ennek, hogy valójában tovább erősíti az intézményes politikai szereplőkkel szembeni ellenérzéseket, uh -huh. amivel sokan meg is érdemlik, sokan nem, stb. A másik része, amit csak muszáj elmondanom, hogy nagyon, nagyon nehezen viseltem azt, hogy, a, hogy, az, hogy az este szónokának ki kiáltott Potyondi Elina beszéde kapcsán sehol nem láttam igazából azt leírva, kimondva, hogy, hogy az állam és a kormányok az így nem egyes és ugyanaz, és nyilvánvalóan szörnyű visszaélések vannak a az állami ellátórendszerek kapcsán, most a gyermekvédelemtől, a kórházi fertőzéseken át, az elnyomó tanárokon keresztül, nagyon-nagyon-nagyon sok mindent tudunk mondani. De hogy így azt mondani, hogy az állam a legnagyobb szörnyeteg, valójában ez szerintem egy teljes félreértése annak, hogy mi történt mondjuk az elmúlt 30 évben, ahol az államnak a leépítése, kivüresítése és felszámolása az, ami az államot, a megmaradó részét elcsak vagy ezeket szerintem ilyen szempontból ö, esélyesebbé tette, vagy, vagy, vagy a visszaélések kockázatát, meg mennyiségét növelte ott esetben, vagy a szolgál szolgáltatás minőséget lerombolta. És hogy ne számomra ez egy, nyilván ez egy baloldali nézőpont, de hogy ez a része számomra nagyon ezt nehezen tudtam elfogadni, vagy és olyan, egy olyan részét is érzem, hogy, hogy ez valójában sértő azokkal szemben, akik igenis működtetnek, akár önkormányzatokon keresztül, akár az államon keresztül, mégiscsak ezt a nagyon erőforrás hiányos, nagyon problémás különböző intézményrendszereinkben mégiscsak ott vannak, és valójában meg, megváltoztatják bajba jutott rászoruló embereknek az életét, vagy legalábbis bizonyos kríziseket legalább kezelnek, stb. stb. Úgyhogy számomra talán a legkárosabb része ez volt, és tudom, hogy szóval ez is megint ilyen ez ilyen kicsinyesnek tűnik, mert hogy miért nem örülünk csak annak, hogy fú, ennyire sokan megmozdultak, és de én brutálisan örülök, ez nem lenyűgöző, és szerintem nagyon megható volt. Lá szóval csak közvetítésre láttam ennyi embert együtt látni, énekelni a himnuszt, szóval ezek így engem is így, nem meghatnak, meg, meglátom a az erejét, de közben meg szerintem van azzal kapcsolatban felelősség, hogy mit állítunk egy ilyen helyzetben, és ez azóta több Cikkekben, más videókban is, a többi elkezdett így, így terjedni, hogy az állama a szörnyeteg. És, és itt azt érzem, hogy van, van ebben. Hogy ez egy tévedés, igazából ez a, ez a politikai üzenet. És azt a közös célt, ami azért lássuk be mindenkinek az első számú célja, hogy az Orbán rendszert váltsuk le, hiszen legalább akkor kinyílna a tér arra, hogy küzdjünk azért a liberális, vagy azért a baloldali, vagy azért a valóban konzervatív vízióért, ami, ami, amiből sokféle jelen van egy ilyen tüntetésnél már, vagy, vagy akár a színpadon is. Szóval, hogy ezzel ellentétes is, szerintem valójában. Szóval, ja, ez, az, ez, az, amit igazából csak így kikívánkozott belőlem. Ne, ne, nagyon jó, meg erről eszembe jutott tag dolgok. Kezdem az államossal, aztán, aztán szerintem tök lényeges dologra tapintott erre influencer meg politikai pártok között, és ott be is hoznám azt a, azt a szöveget, amiről beszéltünk. Mm. De az állammal kezdve, hogy szerintem, szerintem a, azért itt Nyilván azt fel kell ismerni, hogy az állammal szembeni ilyen bizalmatlanság, az állammal ö, szembeni távolságtartás az nem az Orbán rendszer sajátossága. Még nem is csak egy magyar sajátosság, de azért Magyarországon legalább a rendszerváltás körül, meg ugye előtte az ilyen értelmiségi ellenzéki mozgalmakban ez egy nagyon alap dolog volt. Igen. És amúgy nem csak a neoliberális, vagy neokonzervatív, hanem a baloldalon is. Szóval, hogy azt hiszem, hogy azt, azt hiszem Kelet-Európában az államellenességnek van egy ilyen ilyen antikommunista, vagy ilyen szocializmus ellenes, vagy legalábbis a megvalósult szocializmussal való szembenállása, ami, ami ugye egy ilyen nagyon fontos építőköve, ö, oszlopa, vagy egy ilyen közös nevezője, különben a jelenlegi politikai rendszernek. E, legyen az tényleg Gyurcsány, vagy legyen az orbán. E, és ezt akaratonul hordozzák magukban a civil szereplők is, néhányan tudatosan, néhányan kevésbé tudatosan. És szerintem, amit számomra így még egy ilyen érdekes gondolat ebben, hogy, hogy az ilyen államellenesség ezen a szinten, a sajtóban, a mainstream médiában, akár ilyen tüntetéseken felszólóktól, az pont a a képviseletnek a válságára egy ilyen tök jó tünet, hiszen ugye azok lesznek államellenesek, akiknek az állammal rossz tapasztalatuk van, és mivel az Orbán alapvetően úgy építette le az államot, hogy az állam, ami maradt, az a saját, nem tudom, gazdasági körét védi, ezért olyanoknak van rossz tapasztalata az állammal, akik, akik amúgy hasonló ambíciókkal rendelkeznek, mint ezek a gazdasági vagy politikai elitek, csak az elitek harcában ők elbuktak. Um, ezért olyan emberek nem tudják igazán reprezentálni saját magukat, akiknek az állam, ahogy te is mondtad, a tömegközlekedést, a szociális ellátást, az általános iskolákat, a közétkeztetést, stb. 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 jelenti, hiszen ja, hiszen ők nem férnek ezekhez a, platformokhoz hozzá, nekik nincsen politikai igen. Igen, itt nekem, ami ebbe fáj, tehát igen, az, hogy, az, hogy pont bajba jutott emberek nem hisznek az államban, mert, mert hogyan is hihetnének, mert nem látják, de azért mégiscsak, tehát, hogy ö, alapvetően jólétben, jó középosztályban élő emberek ö, azt szerintem alul kalkulálják, és nem méltányolják eléggé, hogy ö, mégiscsak az, hogy kilépsz az utcára, ülsz az otthonodban, mennyi Persze. minden van, a víz, energia, fény, a, az, hogy az utakon mi történik, az, hogy ö, egyáltalán, hogy ugye, erről volt szerintem egyszer egy epizódunk, meg nyilván, vagy sokszor előjön az, hogy, hogy az, hogy egyáltalán államberendezkedés van, az mennyire ilyen alapstruktúráit biztosítja egyébként az együttélésünknek. És, ja, és persze ezzel kapcsolatban nagyon sok rossz élménye van nagyon sokaknak, csak szerintem azt, azt is kell, hogy ha azt mondjuk, hogy, hogy az a legnagyobb szörnyeteg, és akkor mi lenne, mi, mi van, hogyha legyőzzük ezt a leviatánt, ha legyőzzük ezt a szörnyeteget, akkor mi történik? És nem az volt a mondás, hogy yeah. nem az volt a mondás, hogy javítsuk meg, vagy vagy szedjük le a rossz, az elrohadt részeit, vagy, vagy közösen találjuk ki, hogy ezt hogyan töltjük fel új tudással, pénzzel, vízióval, hogy ne egy, ne egy a szörnyetegségének ne a borzasztó, hanem a hanem a, a lenyűgöző része tudjon megmutatkozni egy egy államszervezetnek. Szóval nem ez nem ez volt, hanem csak az, hogy... Hogy szóljatok? Nem, ja, hát nem, szerintem ez Ha nem, hogyha még kicsit szoci szociologizálni akarok, akkor nyilván azt is fel lehet hozni, hogy... Hogy igen, sok sokan amúgy a magánszektorban szocializálódnak, ami sokkal, nem tudom, vitálisabbnak, sokkal mozgó, vagy pesgőbbnek, igen. hatékonyabbnak tűnik. Persze, jobban fizet a multi, igen, jobban de, az egészségbiztosítás a magánba. De persze, de hát, a, de hogy ki ki azt a multit? Igen. Hát az adófizetők, hát a BMW nem azért jön ebbe szemre, mert annyira kurvára képzett a munkáról, különben, hogyha amiatt jönne, az is az állam igen. kontoja lenne. Igen. És hogy szerintem ez a, ez a ez az ilyen kontraszt, vagy ez az élmény, hogy valójában az, ami leépült az államban, az beépült a magánszektorba, az nincs meg, hanem csak a magánszektornak az ilyen nagyon közvetlen tapasztalása van meg, Igen. hogy az hogy jobb, meg hatékonyabb, különben nem mindig, zárójára kinyitva mert a magánegészségügyben, hogyha valaki járt innen, szörnyű, és még drága is, szerintem, zárja bezárva, -zárva, de hogy, de hogy szerintem, szerintem egyszerűen ez, és különben ilyen szempontból jó lehetett most a leves embernek lenni, mert gyakorlatilag ez ilyen amerikai libertarizmus erre épít, csak hát azt felejtik ki, hogy azt is mi fizetjük ki. hogy a Nóra átküldött egy cikket egy James Butler nevű úriembertől a London Review of Books ö, nevű híres periodikában. <tip. tip> írt egy könyvkit, vagy most dupla könyvkritikát. Mik, miket, melyik vagy igen, a könyvkritikát. Miket? Igen, két tavaly össze megjelent könyvről ír. Az egyik a Vincent Bevinsnek nek a, a tömegtüntetések évtizedéről szóló könyve, ami a, a 2010-es éveket tekinti globálisan a különböző tüntetési hullámokat, és az ezekbe vetett bizalmat, az ezeknek az utó utózöngéit um, okupájtól elkezdve az arab tavasznak a, a twitter tüntetéseink uh -huh. keresztül, stb. 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 A másik pedig a, a, az Anton Jägernek és az Artur Boriálónak, aki azt hiszem az Anthony Jägerről már talán beszéltünk is. Nem született az alapjövedelmet. Így van, így van. Ez, ez is közös bennünk. És ez pedig a, a populista pillanat. Yeah, yeah. És a baloldala a, a nagy recesszió után, tehát a 2008-9-es gazdasági válság után. Ez is egy ilyen. Szóval ezeket a könyveket nem olvastuk. Ja, nem, Egyébként én én, én nem nagyon nem. el akarom olvasni mindkettőt. iszonyatosan kedvet csinálhat hozzá ez a, ez a cikk. És, ja, és a James Butlerről meg azt kell tudni, hogy ő a a, ilyen brit újbaloldalnak egy ilyen elmélésze a, a Novara media dolgozik mm, például, okay. meg az ilyen Corbyn projektben volt érintett valamennyire, szóval, szóval amúgy meg azt hiszem filológus, meg ilyen oh. hiperértelmiségi, na mindegy, de, hogy, ah. van egy ilyen politikai érintettsége is, és, és alapvetően szerintem ebből az érzékenységből is van megírva ez a szöveg. Na és hogy, hogy, csak röviden rekonstruálok egy ilyen gondolatfoszlányt a cikkben, aztán én tökre ajánlom, hogy nézzétek meg, könnyen elérhető, nincsen paywall mögött, és Google fordítóval magyarul is ja, ja, azt hiszem, igen, szóval, hogy erről a 2010-es évekről beszél nagy tüntetések ilyen mozgalmi szempontból, Szerintem kb. lehet úgy gondolni erre, hogy ez az ilyen hosszú 2010-es évtized, 2008-tól kezdődik, és kb. a Covid-dal uh -huh. ér véget, de nem ilyen nagyon erős cezúraként, hanem csak jött, hogy szétfolynak azok a dinamikák, amikkel indultak a nagy gazdasági világválsággal. És, ami szerintem itt ami fontos és releváns, és ami, amit, amit így be akartam ide húzni, vagy ehhez kapcsolódik, az az, hogy, hogy nagyon erős tapasztalása az íróknak az, hogy a 2010-es évek ilyen nagy tüntetései, azok ilyen nagy elemi erővel, a horizontalitásban való teljes bizalommal indultak el egy adott esetben antihumanista, tehát ilyen emberellenes, vagy korrupt, vagy csak így betakosodott rendszerrel szemben. És ezeknek a tüntetéseknek lett egy olyan eredménye, hogy különben sikeresen aláásták a legitimációját az adott autoritásnak, Egyiptomtól kezdve, Líbián át, tényleg még azért valamilyen szinten az usa és nyugaton is, de hogy ezután pont az ilyen horizontalitásból vettett hitük miatt, a decentralizáltságból vettett hitük miatt, a a, nem a technológiába vetett optimizmusok miatt nem voltak sikeresek abban, hogy a létező államszerkezetet azt megragadják. Tehát nem voltak arra képesek, hogy hatalmat szerezzenek, és ezt a hatalmat gyakorolják később. Ergo létrejött egy hatalmi vákum, amit aztán minden egyes helyen, minden egyes pillanatban betöltötték azok az emberek, akiket ma jobboldali populistának hívunk, vagy tekintünk. Hogyha nagyon vissza akarunk menni, akkor biztos az Orbán rendszerre is amúgy ezt fel lehetne húzni, csak itt ez, ez, a tömegmozgalom nem egy okupkányba a street volt, hanem a, hanem a, a szélső oldali De, hogy, de hogy szerintem ez, ez egy ilyen tök legit, vagy tök valid elemzési módszer. És ennek az ilyen fontos része az, az hogy, hogy abban az esetben, hogyha delegitimálod az a, a hatalmat, akkor készen kell állnod arra is, hogy átvedd a, a, stafét a stafétabot gyakorlatilag. És ezt úgy akartam ide behozni, hogy nem is elsősorban a Fideszre, hanem magára a politikai térre, hogyha ránézünk Magyarországon, Azonban is az ellenzéki térre, akkor az így az, 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 az érzékelhető, hogy különben sokszor ezek a tömegmozgalmak, vagy ilyen óriási tömegtüntetések nem elsősorban a, a kormánynak a legitimációját kezdik ki, hanem pont hogy az ellenzéknek a legitimációját. És ugye ezért az ellenzéki térfélen van egy vákum, ezek a politikai pártok ehhez nem tudnak felnőni, viszont valakinek be kell tölteni ezt a szerepet, mert az emberek, akik amúgy alapvetően nem vallják magukat jobboldaliaknak, nem konzervatívok, hanem inkább a haladáspártiak, kicsit nyugatosak, kicsit amúgy kapitalisták is, de hogy stb. stb., alapvetően fontosak számukra az ilyen, ilyen, ilyen nyugatos értékek, azoknak kellene ilyen tekintésszemélyek. Az már a más kérdés, hogy amúgy miért személyek és nem intézmények, de tényleg szerintem ez egy. Az de egy amúgy külön... erről is szól szerintem pont ez a cég, hogy miért személyek keressük a politikai alternatívákat. Igen, és hogy és, és különben olyan fajta ilyen, olyan intézményeket nem is nagyon sikerült létrehozni, amik egyszerre személyeket is, személyeket reprezentálnak, de köz, közben egy ilyen viszonylag dinamikus szervezet van mögöttük. Na és szerintem itt jönnek be az influencerek, ez biztos, ez szebb, szebben le volt már írva korábban, de hogy ezt a vákumot töltik be valójában a VV Zsoltik, meg a Potyondi Edinák, és amúgy szerintem... Nem, a meg a Gulyás Meg a Gulyás Márton. <laughs> <laughs> Háló, <Hello>, szia. <laughs> <laughs> Fizut azt majd utána. <utamát. gül> <laughs> <laughs> és, és, hogy, és hogy, na és uh, szerintem ez a fajta felelősség az, meg ez a fajta kontextus az, ami, ami, ami igazán amit igazán érezniük kell ezeknek az embereknek, igazán érezniük kell talán ezeknek az influencereknek is, és ezért fontos a koordináció ezek között, a szférák meg szektorok között, mert valójában a hatalom az ugyanaz a hatalom, vagy az energia, az ugyanaz az energia, mint amit a, a, a pártok és a civilek meg az influencerek keresnek, de külön-külön nem fogják tudni mozgósítani ezeket az energiákat viszont hogyha nem politikai, és nem a hatalom, tehát nem az intézményes hatalom megragadása, és a kormányzás a cél, akkor ezek el fognak párologni. Hát, igen, vagy ugye az állítás, szerintem ebben a cikkben egyik legizgalmasabb mondás az az, hogy hogy a hatalom nem tud mit kezdeni a vákummal, vagy igen. hogy nincs... nincs, ki, ki fogja Így van, igen. így van, tehát, hogy, 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 be, hogy beérkezik a hatalom oda, és lesz ott energia, és lesz ott... Hm, valami fajta változás be fog következni. És ugye itt az, az igazából az egyik ilyen tanulság, ami ugye a, az egyik könyvből, ami az első, ez az év tized, ami a tüntetésekről szólt, ott konkrétan ilyen tüntetéseknek, vagy ilyen mozgalmi tüntetéseknek a szervezőivel beszélgetnek, meg ebből vannak idézetek például, hogy miket mondanak tanulságként öm, olyan emberek, akik ezekben részt és szerintem egyébként nagyon hasonló tanulságokra jutnak, mint amikről már mi sokszor beszéltünk, tehát hogy, hogy nem elég egy-egy pillanat, nem elég egy-egy kicsúcsosodás, készen kell állni ugye a másnapra. Illetve, hogy nagyon sokszor volna egy erős belátásuk azzal kapcsolatban, főleg a progresszív szervezőknek, ugye itt a progresszív oldalon levő szervezőkkel van beszélve, hogy míg... Öm, még egy-egy ilyen megmozdulást, meg egy-egy ilyen erős pár hetet, hónapot összerakni, az így megtörténik. De utána, hogy mi van, és az, az, a, az a típusú stratégiaalkotó szervezettség, vagy az a vezetőket egymás után kitermelni képes képviseleti szervezettség, ha nincs meg... Akkor, akkor van egy szétbomlás, és ez például mondjuk a, akár a görög, akár a spanyol öm, baloldal felfutásával kapcsolatban egy ilyen <kül> tapasztalat, főleg mondjuk a, a spanyol, ami ugye egy tüntetés hullámra épült rá, aztán a, a politikai, öm, mondjuk populista, baloldali öm, pártpolitika, és ott is igazából már azt látjuk, hogy, hogy ennek a. A, a maradékai ö, nyalogatják a sebeit sebeiket gyakorlatilag, és ez az, az alapvetően erről szól, hogy, hogy ha nincs meg a tudás, ha nincs meg a szervezettség, ha nincs meg az elköteleződés a politikának ez iránt, a része iránt, ami erről szól, hogy egymással vagyunk egy szervezetben, és képviseleti, többségi után döntéseket hozunk, hiszünk a vezetőinkben, támogatjuk őket, nem legyaluljuk a vezetőt, nem, ö, nem félünk a hatalomtól, hiszen valójában a hatalomtól való félelem az nem azt jelenti, hogy nincs hatalom, hanem azt jelenti, hogy nem kezeljük, és nem csatornázzuk a közös céljaink irányába. És engedjük másnak. Így van, hanem sokkal én. inkább kontrollt, hogy ha nem élsz vele, akkor kontrollt vesztesz, és akkor, akkor ki, ki vagy neki téve, akkor is, ja. de nem tudod irányítani. És ezzel kapcsolatban szerintem tök jó. Öm, nagyon, ér, nagyon érzékletes távolságok vannak. Öm, a cikkben ezzel kapcsolatban, hogy milyen, hát ennek a történelmi pillanatnak legalábbis milyen tomosságai vannak, és ez most bennem is ilyen nagyon erősen ült, hogy pont, pont, hogy ezt olvastam, ezzel kapcsolatban, és ez szerintem egy félelem, ami sokakban megfogalmazódhat, hogy ha nem csatornázódik tovább azok által, akik életre hívták ezt a típusú mozgósítást, akkor nem félő el, hogy valójában még inkább cinizmusba és apátiába fordulnak azok az emberek, akiknek remény volt adva, megcselekvés volt adva egy-egy alkalommal. Igen. Ez szerintem egy kérdés, és ez szerintem hogy mondjam, már csak ilyen még ilyen biznisz szempontból is kérdés szerintem ezeknek az influencereknek, hogy hogy ez egy ez egy kockázatos út. Ugye láttunk influencer politikust 22-ben, mennyire magasra tudsz jutni, mennyire hinni tudnak benned az interneten, és az hogyan omlik össze. És ezt szerintem amúgy én nagyon tisztelem azt, hogy most meglépték ezt, és bevállalták ezt a felelősséget, és összerakták ezt az óriási megmozdulást, amire senki más nem lett volna képes, nyilvánvalóan a politikai pártok egyáltalán lettek volna képesek. De szerintem ennek most van ilyen szempontból súlya, hogy politikai cselekvést indítasz, de utána nem vállalod azt a részét, ami ebből szárúzdat építene, nem vállalod azt a részét, ami ebből képviseleti politikát csinálna, ami, eb, ami valóban megváltoztatná a hatalmi erőviszonyokat Magyarországon. És itt nem arra gondolok, hogy. Új pártot jelentse. Így van, nem. Ne, tehát szerintem, szerintem vannak kreatíva megoldások arra, hogy ezek a szereplők hogyan gyakoroljanak nyomást, vagy hogyan tegyenek értékválasztást adott esetben. De most csak, hogy egy hülyeséget mondjak, például ez a háromkérdés.hu, ugye uh -huh. az volt a mondás, hogy mindenki küldje el a választott képviselőjének ezt a három kérdést. Most az a három kérdés az úgy van megfogalmazva, hogy mit fog tenni a kormány azért, hogy. És ott van ö, a, az ötven valahány ellenzéki képviselő, és kapják a leveleket, hogy mit fog tenni a kormány azért, hogy. Hát, ö, ö. és... Tehát, és hogy én nem, szerintem ez egy jó ötlet volt. Szerintem írjanak az emberek a képviselőiknek, csak akkor olyan kérdést kell milyen? írni, ami... Milyen? Amiben a ágensek tudnak lenni. Hát így van, milyen. egyrészt. Másrészt pedig, hogyha ha, ha a kormány célozzuk, és ilyen szempontból meg nekem ez egy szimpatikusabb eleme volt például a, a, ennek a dolgnak, hogy akkor a kormányt kérdezzük fel és helyezünk nyomást, akkor meg, akkor meg nem az a CTA, hogy vagy a call to action, hogy <laughs> tehát a cselekvésről felhívás az nem az, hogy mindenki írjon a képviselőjének, hanem az, hogy mindenki írjon Orbán Viktornak, mindenki írjon <laughs> a minisztereknek, nem tudom, érted? És hogy itt igazából csak arra azt próbálom mondani, hogy hogy, hogy egy fontos kérdés az, hogy mit, milyen milyen beláthatatlan következményei tudnak lenni annak, amikor a politikai rendszert, meg a politikai hatalmat kevéssé ismerő szereplők ekkora energiákat mozgatnak meg. És ez most szerintem egyszer egy ilyen nagyon izgalmas, nagyon pozitív dolog, de közben meg látom a a kockázatait, meg látom azt, hogy miken tud akár elcsúszni. Hát szerintem a, 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 legjobb példa, amire szerintem Magyarországról érdemes rátekinteni, az Bulgária, hogy Bulgáriában az, az otthoni Orbánt hogyan e, söpörték el ezek a nagy tüntetések, és utána hogyan tartottak évente Hány választás, választás, volt, igen. Volt egy pont, amikor egy turbó pop énekes volt a miniszterelnök néhány hónapig, szóval, hogy hogy nem tudom, nem feltétlenül ezt a fajta jövőt akarjuk. És egy választási mozgalom összerakása, akár az LP EP-választás LP előtt, vagy az önkormányzati választás előtt, óriási munka. De hogy nem kell pár pártpolitikával magad olyan szempontból, hogy nem kell pártot alapítani, hanem csak el, el kell magad határozni, hogy a, vál, hogy a változás az általad szándékolt változás az abban az esetben fog csak megtörténni, hogyha jogos, jogi kereteken belül választási többséget ére az az oldal, amelyet különben közvetlenül, tényleg nem is egész, nem is közvetette, hanem közvetlenül te is az értékeiddel és a kormány ellenességeddel. Nyilván óriási munka, és valószínűleg kevésbé térül meg, mint az influencerkedés. De de ilyen értelemben én nem is azt mondanám, tehát hogy nyilván közvetetten ez a, ez a jelenség, meg ez a, ez a, ez a tüntetés, ez a a pártpolitika válságára a válságára egy ilyen példa, de én azt gondolom, hogy inkább, inkább az antiorbanizmusnak a válságára, tehát itt nem, ez nem, csak pártokról van szó, itt egy, itt egy hegemóniáról van szó, ami, amiben vannak pártok, civil szövetek, médiák, influencerek, aktivisták, mozgalmak, kocsmák, <laughs> szabadidős központok, és ezeknek a, ezek közötti koordináció hiány, és ezek között az egyértelmű, legalább ilyen alapjaiban közösen elfogadott változás elmélet az, ami, ami hiányzik egyszerűen én nem azt mondom, hogy legyen valaki, aki ezt megszervezi, én próbáltam, nem tudom, már öt szervezet között is kialakítani valami közöset, és az, az sem sikerült. Igen. Szóval, hogy ez, ez a koordináció, ez sok esetben különben sokkal nehezebb, mint egyedül felépíteni valamit, ami adott esetben ki tudja hívni az uralkodót, ugye? Ez a, ez a klasszikus DK versus ellenzéki pártok dilemma. Igen. Igen igazából én csak tényleg arra gondoltam, hogy, 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 most, hogy egy ilyen pillanat van, hogy megint Legalább van mobilizáció, és szerintem ilyen szempontból az, hogy amikor van mozgás, az mindig hogy mondjam, egy egészségesebb politikai kultúráról ezt a bizonyságot. Ja, persze. Tehát, hogy persze, sokkal jobb, és nem akartam túl negatívnak tűnni, de hogy, hogy azokat a tanulságokat, amik vannak ebbe a cikkbe, azt így gondoltam, hogy tök jó, hogyha így... Aktuális. Igen, elhangzik, és csak aktuális. Meg amúgy nem csak a, a Novák-Varga ügye kapcsolatban, hanem mi szerintem azzal kapcsolatban, hogy hogyan gondolkozunk a változásról, Igen. Uh, tehát ez, ez, ez akkor is aktuális lett volna, hogyha nincsen ez a botrány Magyarországon, hanem csak egyszerűen most van egy nagyon-nagyon közeli. Ja, ja, ez most pont Igen, így igaz. összejött, és, és szerintem nagyon izgés,kor és akkor ezek amúgy a következők, um, hogy az egyik, hogy tervez a következő napra, tehát tervez arra, hogy mi van, hogyha ha sikerül az, Igen. amit követelsz, uh, és ezt szerintem most is tök releváns, hogy mi, <laughs> hogy mi volt a terv arra, hogyha, hogyha ugye ha, ha megtörténik ö, a követelés, ö, vagy ugye mondjuk képzeljük el, mit hogy 22 nem ZP ha, 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 ha megbukik, ö, Ha megbukik a kormány, a, akkor az egy, a másik ilyen állítás, ezek ez is így az, az ilyen különböző mozgalmi tapasztalatokból, amiket elmondanak ebbe a könyvbe, és így és ilyen elméleti szinten össze vannak húzva, az az, hogy a, a haladás, tehát hogy, hogy abból, hogy hogy mozgalmiság, meg tünetések vannak, a haladás az nem elkerülhetetlen, vagy nem garantált. Tehát, hogy igenis lehet visszacsapás, vagy lehet rosszabb, <laughs> mint, a, mint a megmozdulások előtt, és ez például szerintem egy nagyon nyomasztó és kényelmetlen hát empirikus tapasztalat, és, és nem biztos, igen, tehát ez, hogy nem biztos, hogy egy jobb világ fog teremtődni a tüntetési hullámok után. Automatikusan vagy. Tehát ezért tenni kell, ez nem automatikus önmagában. A hierarchia az nem egy ellenség. <laughs> szerintem nagyon sok progresszív, meg civil, főleg a civileknél szerintem ez egy nagyon nagyon sokszor a hierarchikusság vagy a képviseletiség az, az egy ilyen ellenségnek van tekintve. Pedig ott vannak csak igazi hierarchiák csak egy hát ez, ez leíró. Így van, így mm. van. És akkor ez, hogy ha, ha utasítod a képviseletiséget, akkor valaki más fog képviselni. Ez ugye megint csak az, hogy ha nem használod ezeket az eszközöket, ha nem csatornázod az akaratodat, akkor is valamilyen módon azok a megmozdított politikai energiák igenis csatornázódni fognak, és sokkal valószínűbb, hogy valamilyen önjelölt. Módom. Ugye Mondom. emlékezzünk, hogy a, hogy a Deák Dánielék is megtették azt a lépést, hogy felmentek Facebookra, pedig mennyire utálják a, a, a zsidó aktőkéseket. De hogy igen, szóval igen, ők is, ők, tehát ezt a jobb oldal is megteszi folyamatosan. Tehát ez, a, ez szerintem ez, a, ez egy nagyon-nagyon fontos mondás, hogy, hogy azok az eszközök, amiket mi most adott esetben valamilyen érték, valamilyen abstrakt Vállalásunk miatt nem használunk. Azt azok, akik sokkal cinikusabban állnak hozzá, vagy tényleg sokkal opportunistábbak, azok minden fajta nélkül használni fogják, és sokszor, sokszor ugyanazok az embereket fogják meggyőzni és becsatornázni, akiket, akiket mi is akarunk. Így van. Akkor a kulturális láthatóság és a politikai hatalom két külön dolog. Ez megint fú, nagyon beütött az szóval így, hogy, hogy ez, ez mennyire így van, van tehát, igen. hogy hogy lehet, látható, erős pillanatokat generálni, és lehet akár az internetes kultúrában, akár valóban így az emberközi kapcsolatainkban megjelenő kultúrában erőset mutatni, de, de abból nem biztos, hogy, hogy változást lehet önmagában elérni. Az valószínűleg több szervezői munkát igényel. És akkor az utolsó, amit ez a, hogy, a, hogy a hatalom az, az kitölt minden űrt. És, és gyorsan. És szerintem ezek ez most így próbáltunk szerintem erről beszélni, hogy, hogy lehet adott esetben még fokozni az űrt, és lehet fokozni a, azt az űrt, amit, amit, mondjuk az ellenzék hiánya jelent. Lehet jó szándékból is fokozni ezt az űrt, csak pontosan mi az, ami, ami történni fog utána. Az nem mindig az, hogy a jobb világ jön el, mert azok, akik már készen állnak, akik opportunistabbak, akik jobban szervezettek, azok lát, hogy jobban ki tudják használni ezt a pillanatot, és ez kvázi az egyik ilyen populista korszak, tanulság, hogy, hogy nagyon is jó szendékú dolgokból, és nagyon izgalmas, demokratikus pillanatokból aztán milyen mennyire nem azok a következmények fakadnak, Igen. mint amik adott esetben ideálisan, vagy, vagy, vagy elképzelten fakadhatnának. Ez szerintem nagyon fontos és amúgy kicsit ilyen ironikus, de hogy itt van egy ilyen óriási köztársasági elnöki, Fidesz eliten belüli bal, és a balosok ha megint a szervezeti kérdés. Van, igen. Nekem ilyen. mindig ezek jutnak eszembe, azért hát emlékszem a rabszolgatörvény idején is csomó lukácsot olvastam. És én. A, a kérdés. Nem tudom, hogy az új kiadásban benne van-e. <laughs> ha nincs, az szomorú. De igen, hát a baloldal nagy kérdése, azok szerintem szervezeti kérdések, a nagy törés vannak kérdések. a politikai nagy kérdése valójában, csak kimondják-e? Tehát hogy szerintem ez a kérdés, hogy, hogy, hogy aktív politikusok nem szívesen beszélnek szervezeti kérdésekről. Egyébként ebben egy üdítő egyéni eskedés volt a Kovács Gergő, még össze Tudanom. Kovács Gergő a szervezeti kérdés. <laughs> Mozart, ami megjegyzés. Az nekem nincs meg, de majd küldelme, nagyon kíváncsi vagyok, hogy, a, hogy mit mond az MKKP a szervezeti kérdésről. De amúgy ilyen szemben, csak, na ez csak azt akarom mondani, hogy amúgy van egy pozitív olvasat is, és szerintem ez, ez is olyasmi, ami jó, ha elhangzik, hogy, hogy az anti-establishment pártok, meg szereplők, legyen az Vitézi Dávid, vagy a Kétfarka kutya párt, akik valamilyen nagyon specifikus módon próbálnak megjelenni általában a közéletben, azok egy ilyen valódi ellenzék kormány törésvonalat kirajzoló helyzetben sokkal inkább eltakaródnak. Vagy, tehát, hogy kevésbé látszanak. Hm. Hát igen. Tehát, hogy, hogy, igen, hogy a momentum a lelkis... meg a DK készen állt? Yeah. Olyan ja, igen, hogy, igen, igen, igen. Hogy érezték, hogy ez egy ez egy anti-Orbán, ez egy anti-Fidesz pillanat, és megvolt rá a, az infrastruktúrájuk, meg amúgy a többi ellenzéki párt is, ahogy mondtam, produkálják a sajtótájékoztatókat, a petíciókat, és a többen és persze csinálják is ezt. Nekem nem az a bajom, hogy ezt csinálják, hanem az, hogy nem koordinálnak. Mm. Um, na mindegy, és csak ezt akarom mondani, hogy ez egy színen egy érdekes dolog. Hát mert az anti-establishment szereplőknek a funkciója az az, hogy lelkiismerete legyen gyakorlatilag Igen. ezeknek a ahelyett, helyet, hogy, hogy rivalizálna velük a helyet, ugye, a Fidesz megtette a jobbikkal, valójában be kéne építeniük a kritikát. És különben az mkkp nek valóban sokszor pont, hogy szervezek kritikája van az a kapcsolatban, hogy mennyire hozzáférhető a politika, vagy mit nevezünk politikának. És ez szerintem megszívlendő kritika az ő részükről. Ja. Fú, na jó, MKKP ja. most a test. Jól indul az Igen, na, hát látszik az, hogy a, ez izgé, hogy, hogy az ilyen pillanatok Uh, amitok inspirálhatnak ránk is, meg uh, igyekszünk majd így követni az eseményeket. Rám nagyon inspirálhatott az, amikor elindultak ezek a konteók, hogy vajon kifúrhatta meg a Novák Katalin televízió. Yeah. <laughs> Szóval a direkt 36 cikkeket mindig nagyon jó olvasni, de most kifejezetten jó volt, kifejezetten, főleg az, ami, a, ami arról szólt, hogy a Fideszemből hogyan kezelték ezt a néhány napot, és így elképzelni az Orbán Viktor arcát, hogy így... Hogy így. Jó, azért ki akarja azt spinnelni, hogy Orbán Viktor nem tudott erről, és dühös volt? Spinnelni? Hát, hogy ki az, aki... Tehát, hogy olyan forrásokkal dolgoznak ezek az újságírók, és azt valaki azt mondja, hogy Orbán Viktor dühös volt, ez nem a szent, hogy... Azért még nagyon jó volt elképzelni azt az jó, csak mondom. <laughs> jó, persze. <laughs> Nincsenek illúzióim. Egyszerűen csak így izgalmas volt követni ezeket a fejleményeket, így napról napra. Szóval ilyen szempontból azért az, azoknak igaza van, akik azt mondják, hogy a sajtó az így nem teljesített rosszul ezekben az Sőt, években, persze. vagy években, ezekben a hetekben, mert saj, sajtóként működött. Volt tétje annak, hogy, hogy mit írnak meg, és szerintem ezt nagyon jó volt megtapasztalni. Igen, és ilyen szempontból szerintem méltányosak voltak a, a politikai szervezetekkel is, vagy hogy Jaj. alapvetően azt láttam, hogy nagyobb arányban és pontosabb tudósítás zajlik a, egyébként a pártok tevékenységéről is. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok ebben a miért tüntetünk, mik a tüntetési mozgalmak tanulságai veszélyei előnyei epizódban, és remélem, hogy hamarosan jelentkezünk a következő adásunkkal, addig is jó tüntetést, olvasást, jó szurkolást mindenkinek. Ellenzékeknek jó politizálás, és jó munkát, ahogy mondani szokták, és hát jövünk nem sokára. Ha tetszett ez az adás, akkor a leírásban található. Elérhetésőken és lehetőségeken keresztül támogasd a Partizán munkáját, az ő stúdiójukban tudjuk készíteni ezeket a műsorokat, úgyhogy nagyon köszönjük erre a lehetőséget, most és a továbbiakban is. Minderek, <sítható> Sziasztok! Sziasztok!